Egy éves szünet után indult újra a köztársasági szalon. A vendég Lendvai Ildikó, az MSZP egykori elnöke volt. A téma pedig az, miért nincs ellenzék. Vej Zoltán, a szervező EGRI újságíró egylet elnöke azt mesélte, a köztársasági szalont 2011-ben indították, akkor éppen megszűnt a Magyar Köztársaság. Úgy tűnik, hogy a köztársaság kivezetésén dolgozik a jelenlegi kormány, és azt gondoltuk, hogy ez nem helyes, ezért aztán a köztársaságot valahogy át kell menteni a túlsó partra, és hát ezt az ilyen szabadság kiskörei tudják talán megtenni helyben, mint aminek szántuk a köztársasági szalont is. Ami Magyarországon folyik, nem egyszerűen a demokrácia kiürítése, hanem egy másik rendszer, mondta Lendvai Ildikó, az MSZP egykori elnöke. Úgy látja, egy újfajta modern hűbéri rendszer épült ki. Egy központból irányítják a gazdaságot és a társadalmat. Azt gondolja, meg kell teremteni azt a keretet, ahol a parlamenti ellenzék mellett a civil ellenállás körei is megtalálják a helyüket, egy egységes választási mozgalmat kell létrehozni. Meg kell találnunk azt a politikai formációt, az én elképzelésem szerint majd egy közös választási mozgalmat, amiben nem csak a mostani pártok vesznek részt, mert az már látszik, hogy így nem elégséges, hanem az a sok-sok helyi közéleti csoport, itt is van egy, ami mindenütt működik az országban. A választási mozgalom célja egy alkotmányozó nemzetgyűlés megválasztása lenne 2018-ban, emellé pedig véleménye szerint szakértői kormányra lenne szükség.